hozzáfér egy pár kérdésem. Okay. Tanulva a múltkori esetből, megintéri volnának még egyszer aktuális kérdésekkel. Egy évben folytatjuk. Így van. Egy év az egy sok idő. Mi történt azóta? Tehát testépítés már nincs, pankráció már van, vagy még nincs. A testépítés vagy... az már 5 éve nincs. Már mindig értem a versenyzés része. A versenyzőket igazából egyre többet készítek fel, illetve által is kiesettel is nagyon foglalkozom továbbra is. Én próbálom minél jobban kiépíteni ezt az online vonalat. Azért is, mert anyagilag kedvező, de azért is, mert kicsit tudom Floridát, vagy kicsit nagyon, és próbálnék valamelyre más felé menni. Itt meg azért nagy segítség lenne, hogyha valami online közösség van, mert akkor könnyebb lenne átnyergelni valami más térségbe, miközben az online útból mehet tovább, és esetleg ott is kialakítani egy aktív személyes kört, akik személyesen is járnak hozzá, de hát közben mehet az online meló tovább. Szóval ezért szeretnék inkább az online pályát jobban nyomni, mert szeretnék nyugodtan menni. Hát idén nem szerintem, de jövőre. Akkor ha jól értem, a pankráció az nem az zárva. Hát a pankráció az van, hogy volt már 4 lehetőségem a WWE-nél. Én nem vagyok annyira képbe, de ha minden igaz, akkor magyarok talán egy se volt. Lehet, hogy volt, majd kijavítanak. Még ezek a tryoutok úgymond, amikor megnéznek, hogy milyen a fogad, meg nem. Szóval így ellenőriznek, hogy most kell lesz, vagy nem kell lesz. Ebből volt már 3, egy reality show-nál is volt még egy lehetőség, és ezáltal ez nekem motiváló volt, hogy foglalkoznak velem, ráadásul magyarként, de valahogy mindig ugyanott jutottunk ki, hogy hát mi magasabb embereket keresünk. Na most, én nem vagyok frusztrált, hogy magasabbakat keresnek, de ugyanakkor ügyesebb vagyok. Mert 3 éve on-off foglalkoztam ezzel a témakörrel, és hát azért maradjuk annyiba, hogy időt és energiát is kaptunk sokat. És hogy valaki nekem 3 év után azt mondja, hogy nem vagy elég magas, akkor csak azt tud mondani, hogy ugye csak viccelsz, 3 évvel ezelőtt ugyanúgy magas van. Szóval... nem tettem félre teljesen, de hogy időben és energiában én már a kis ujjamat nem fogom mozdítani, mert ennél sokkal fontosabb dolgokat fogok fordítani ezt az időt és energiát, az is biztos. Lehet, hogy még elő akarnak jönni a kapni a cilinderből. Nem mondom, hogy nem fogadnám el, mert továbbra is tetszik az a vonal, de ha nem, akkor mint ahogy ismersz engem, én olyan típus vagyok, hogy én aztán lépek tovább. Tehát én ott hagyom Magyarországot, én ott hagyom a bodybuildinget, én ott hagyom Floridát, akkor egy ilyen wrestling dolog különösebben nem fog meghatni. Ja, ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy ilyen, mint kudarc, tehát maga az a szó, hogy kudarc, szerintem ilyen nem létezik, és én ezt már nagyon régóta így gondolom. Most értem ezt a testépítésre, és értem ezt a wrestlingre, és magára, hogy az egész életre, hogy szerintem a kudarc fogalmazni létezik, és elmondom, miért gondolom ezt, mert hogyha valamit eltervezel, és nem úgy alakul, hát ugye ez gyakran előfordul az életben, hogy nem úgy alakul valami, mint hogy eltervezel, szerintem ezzel nem vallasz kudarcot, mert egyrészt legalább megpróbáltad, és ha sikerül, akkor nagyon boldog leszel, hogy mindjárt jó. Ha meg nem sikerül, akkor meg okosabb leszel. Mert tapasztalatot szereztél, és egyrészt rájössz arra, hogy na akkor erre nem, most akkor ugyanebben az irányba kicsit mehetek srégen, vagy nem, de lényeg az, hogy az egész környezet, most vegyük a wrestlinget, rengeteget tanultam a wrestlingről. Rengeteget tanultam a szórakoztatóiparból, a wrestling miatt, és még az edzésből is rengeteget tanultam, mert amikor a wrestlingre készültem, akkor teljesen megváltoztam az edzésre, mert értem az alatt, hogy
állóképességedzéseket végeztem, és az állóképességedzések alatt, miközben fejlesztettem magam, rengeteg dologra rájöttem, amit a bodyban, illetve a personal trainingben, a személyedzésben most tudok tanulni. Miért? Mert muszáj volt olyan típusú edzést folytatnom, mert volt egy célom, és ezáltal ugye eltávolodtam a badis felfogástól, és rájöttem dolgokra. Úgyhogy én ezt sikerként könyvelem el, és az biztos, hogy sokkal tapasztaltam is. És mi van a szényeskedéssel? Mert kormányzó azért gondolom nem leszel. Hát a politika nem érdekel. Elmondom, miért nem érdekel a politika. Jó, hát egyébként is nonsense szerintem. De azért nem érdekel a politika, mert ha bár úgy érzem, jó színészi képességek vannak, de én ezt nem értem, hogy a politikusok végül is a saját nevükkel vállalnak valamit, ami full kapitul. Tehát én ezt el tudom játszani egy szerepben, de az, hogy én Németh István vagy István Németh kiállok és mondok valamiket, ami nem úgy van, én ezt nem bírnám. Tehát, úgyhogy nem tudom szóval a politika, viszont a színészet az régebbi, mint a wrestling, régebbi, mint a bodybuilding, és nem véletlenül arra, hogy megadta valamit a költözés. Mindenképpen a média érdekel. Erre megint mondanék valamit, hogy jobban értsétek, hogy miért. Ezt az egész, mert kérdeztem, hogy mi van a testépítés, mi van a wrestling. Erre is van egy jó mondás, csak amerikai mondás, úgyhogy angolul kezdem. Azt szokták mondani, hogy do what you gotta do till you can do what you wanna do. Tehát, hogy tedd azt, amit tenned kell, ami lehetőségedben szarad, hogy egyszer azt csináld, amit szeretnél csinálni. Tehát én tudok mindent a testépítésről, tudok mindent a versenyzésről, úgymond elkezdődtem fel, és tudom, hogy most tudom, hogy csináltam. Csinálom. De ez nekem annyira belülről jön, meg annyira kiállom a kisújjamban, hogy ez engem nem lesz. Tehát most is a Cutler Boardban sok személyet is tartottam, még több konzultációt, ami tetszik, ugyanis az emberek jobban vágynak, hogy látszik az információra, ez tök jó, mint magára az edzésre, többen jött a konzultációra, mint személyedzésre, pedig a konzultáció drágább, mint a személyedzés. És ez jó, mert tanulnak vannak, és nagyon sokan jöttek, felkészülve, leírva a kérdéseket, és tényleg felkészült srácok voltak, lányok is voltak, diktafonnal, voltak Magyarországon. Ettől függetlenül nem motivál ez, mert leülök velük beszélgetni, megtanítom őket dolgokra, felnyitom a szemüket, de nem vagyok úgy utána, hogy hú, most ez jó van, mert én ezt kiállom. Továbbá is szeretnék olyannal foglalkozni a későbbiekben, amiben az van, hogy tudod, amikor így érzed az adrenalin, meg így érzed a gyomrodban, hogy az idegesség, hogy hú, remélem sikerül. Ennél nem érzem, mert én tudok róla mindent, kérdez bármit. Szóval várjuk egy kis adrenalinra. Régen a magyar bajnokságokban az az ideg, hogy hú, most mi lesz? Egy. Tehát nem legjobb a legjobb. Na, a következő kérdésem az az lenne, hogy itt a szociális oldalakon, Ask, Facebook, stb. Igen. Külső szemmel azt gondolom, hogy azt lehet leszűrni róla, hogy az életedről, hogy a pszichológia elég fontos számodra, hogy minden a fejben dől el, ezt szerintem a tőled is lehetett hallani, és mit gondolsz, hogyha nem éljen a felfogásod? Akkor ugyanígy itt ülhetnék most egy Mr. Olympia versenyzővel, egy félig meddig már amerikai állampolgárral, tehát eljutottál volna idáig, hogyha fejben nem lettél volna ennyire elő? Nem, bizonyítom, mert szerintem ezzel egyetértek, hogy oké, felteszed a kérdést, mert kíváncsi vagy a válaszomra, de ugyanakkor szerintem be is tudod belül, hogy hát minden fejben tőle, ez egyértelmű, ugyanis... Na jó, csak most vannak azért, akik kicsavarják ezt a dolgot, de nem akarok nemeket emlegetni,
De pont nemrég volt egy ilyen kisebb itt a testépítő sráccal kapcsolatban, hogy ő neki ilyen Kyle Green-es nézetei vannak, minden fejben dől el, és nem akarok hülyeséget mondani, de versenyfelkészülésben ilyen napi 200 gram húst eszik, és napi 200 gram húst eszik, és kakaós csigákon él, és a többi, mert a szervezete nem úgy működik, mert fejben eldöntötte, hogy ennek működnie kell, de máshogy. Tehát azért itt vannak problémák ezzel. Ezt angolul úgy mondják Amerikában, hogy delusional. Tehát amikor valaki így ilyen eszméket így kitalál a fejében, ami tök jó, mert így működnek a sikerek is, csak amikor nem a megfelelő ember, nem a megfelelő időben, nem a megfelelő eszmét elkezdi vallani, azt mondják idióták. És akkor megint egy másik mondás, mert imádom a mondásokat, csak az a baj, hogy sokat elfelejtek, de most valahogy így eszembe jutnak. Van még egy mondás, hogy az őrültet és a zsenit mindössze a siker választja egymástól. És ez abszolút így van. Tehát, hogyha te kitalálsz valamit, ami extrém, ami nagyon kreatív, ami más, és ezért vagy te nekem nagyon szimpatikus, mert te is ilyen dolgokat csinálsz online, meg biztos a magánéletedben is, hogy próbálsz változtatni, próbálsz valami más. Na most, ha valaki ilyeneket csinál, és ráadásul gyakran, és akkor folyamatosan azt kapja, hogy te ilyen vagy, ez nem így van, az nem így lesz, az nem fog sikerülni. És az a baj, hogyha nem sikerül, akkor elmegy kényelve, őrültnek vagy hülyének. De ott megint csak visszatérünk az előző témánkhoz, hogy szerintem nincs olyan kudarc. Mert ha én nekem ezek a dolgok nem sikerülnek, még mindig sokkal többet érek el, mint az, aki meg se próbálja. Szóval, hogy is volt a kérdés, tehát, hogy a fejben dől el minden. Én ezt már az eszem is leírtam szerintem sokszor, hogy ha én nem hittem volna magamban és a nézeteimben, ami folyamatosan 15 éves, 10 éves korom óta fejlődik, hanem úgy lettem volna, hogy jár mindegy, akkor most, és ez így van, most kecelen lenne orgázmus. Miért? Mert kecelen Báskison megyére éltem 18 évig, és a szüleimnek volt egy jó állatelőben és orgázmus. És tök jó biznisz volt ott. Aztán egyszer csak így fogtunk magunkat, először én, aztán a szüleim is felköltöztünk Pestre. Most ha, de ugye ők azért költöztek fel, mert én. Na most ha én ezt nem tettem volna, ők se tették volna, és most átvettem volna. És nem tudta volt ott, és mondtam volna, hogy nem, szerintem a kettes sorom kéne, mert az... Ez van. És a vicces az, hogyha 18 évesen, egy ismerősömmel beszéltünk ilyen témákról, 18 évesen akkor elmentem volna egy jóshoz. Nem tudom, kezdek így hinni ezekbe az ezoterikus dolgokba, de nem hiszem, hogy az a jós megjósolta volna, hogy testvérmintő sztár leszel, kiköltözöm Marikába. Tehát szerintem nem ez volt nekem megírva, de én megértem. És ezt szerintem mindenki meg tudja csinálni a maga szintjén, valaki több sikerül, valaki megkeresebb, de az, hogy ez meg van írva a sorsod könyvébe, szerintem azt én írom. Így vagy, nyilván. Ez a példa is mondani. Ettől függetlenül, mivel hatalmas céljaim vannak mindig, és újra, nem érzem magam méltónak, hogy ilyeneket kérdez tőlem, mert én mindig úgy érzem, hogy nem értem semmit. Miért? Mert mindig tovább akarok lépni. Tehát most így beszélem, hogy hát de valójában azt érzem, hogy oké, hagyjuk már mutatni. Az a vagyok elfogadva, hogy mi lesz 5 év múlva, és sajnos fogalmam sincs. Mert megvannak a terveim, de egy sikerül is. Tudom én? De jó szerencsét. Visszatérve erre a szociális vonalra, illetve a stílusodra, vallásaidra, hammerizmusra. Igen. Ugye nyilvánvalóan látszik például az ászkor, hogy mennyi ember örül, hogy te online
elérhető vagy, kérdezni lehet, válaszol. Hálát mondnak az emberek, segítségedet megköszönik, stb. Ugye ez Amerikában is ugyanígy működik, sikerült ezt elérned, vagy ugyanilyen, ugyanígy állnak-e hozzá, vagy ismerettség? Hát figyelj, annyi, hogy ez az SFM, ez egy európai oldal, talán szlovák, vagy nem is tudom, ami furcsa, én nem tudtam, de így van, és ez ilyen nagyon ilyen európai bázisú oldal, és vannak amerikai adat rajta, de igazából Amerikában fogalmi is, hogy az emberek, hogy mi ez. Valahogy nem divat még, lehet, hogy később az lesz. Szóval ez az ESK, ez legalábbis számomra, ez ilyen full magyar oldal, amit nem látok, mert érdekes. Körülbelül 156 ezeren beírták már, hogy mi lenne, ha megváltoztatnám a bemutatkozó szövegemet magyarra, mert úgyis csak magyarok vannak, csak őszintén szóval nem érdekelnek. Na mindegy, a kérdésedre válaszolva, hogy a hamerizmus dívik-e már az Egyesült Államokban? Hát így online nem, mert ugye az az SFM is, hát egy Facebook, Instagram egy kicsit, de maga a stílusom az nagyon is ott van Amerikában, mert neki ez furcsa, mert van hozzá egy akcentusom, vannak hozzá ugye eredményeim, az egész fizimiskám kinézetem. És eleve, hogy európai vagyok, de már eleve Hungarian Hammerként teljesen más a nézetem, mert ilyen vagyok, de egy amerikainak, te is, bárcsak a teremben, eleve furcsa, mert Európa teljesen másképp látja a világot, de másképp tettünk fel. Na most, ha ez még ilyen szintű extremitással városul, nem van, meg bodybuilding, ez borzasztó élvezik az amerikaiak. Az amerikaiak már azt is élvezik, hogyha valakinek akcentusa van, mert az szórakoztató. Mindenki ugye nyomja az amerikai hangot, és ha valaki furán beszél, akkor így érzik, hogy én már úgy beszél. Szóval a testépítésben is, meg úgy a tampai, éjszakai életben, meg úgy a social life-ban, ez egyre szimpatikusabb, meg egyre érdekesebb az embereknek, hogy másképp látom, mint látom egyrészt, plusz még ilyen hangjelenben is vagyok, jól meg ez a haj, meg a szakrán, most ezt arra értem, hogy Amerikában mindenki cool, meg mindenki kedves, meg mindenki nice, meg mindenki hey, how are you? I'm fine, good, thank you. Holott is nem így van, de kamu az egész, csak ők ezt megszokták. Most én európai vagyok, és tudod, hogy mi európaiak nem játszunk ilyen faszabással, hogy hey, how are you? Hogy vagy? Nem mondom ilyet, mi úgy vagyok, hogy köszönjük minden. És az, hogy én az igazat mondom, például klienseknél, az először furcsa, ez már ez full mondja az igazat, az őszintén, ez kint Amerikában ez ilyen extra. Viszont amikor így ráéreznek a bírnél, akkor nagyon élvezik, és véleményem szerint többek között ezért dolgoznak velem. De oké, jó fej vagyok, meg értek hozzá, de fura vagyok nekik, és ezt így mondják tovább ismerősöknek, hogy ő is együtt dolgozni ezzel magyar gyerekkel tudom. Most erre mondok egy példát. Egy gyors példát, volt egy versenyző kliensem, illetve van is, aki Masters versenyző és NPC versenyre készült, egy elég nagy Florida versenyre készült, Florida State Star, az egész Florida. És jelentkezett hozzám, mert ismertük egymást már látásban, jelentkezett hozzám, de kizárólag pózolásra. Kizárólag pózolás oktatásra. Ha jól emlékszem, 5 hét volt a versenyig, és hogy ő elkezd járni, és 5 hétig jár hozzám pózolás oktatásra, fizet nekem ennyi. Neki valaki más csinálja a diétáját, az edzéseket megcsinálja magát, de hallotta, hogy én milyen szörnyű pózolok, mert tanítsam. Jó. Elkezdett hozzám járni, és elkezdtem tanítani pózolni. Na hát, mondanom se kell, hogy már az első lecke után, természetesen, mivel profi vagyok, megkérdeztem, hogy a versenyző, megkérdeztem, hogy de egyébként, hogy úgy mit gondolok róla, ahogy kinéz. És mivel ismertem már személyesen, tehát nem bal idegen volt, ezért megkérdeztem tőle, hogy hova készülsz? A Florida State, ugye a floridai állami bajnokság.
mondom, hány heted van? Egy, akkor nem beszélek angolul, hogy értsek neki. Hány heted van? Azt mondja, ő. Nézzek így, és mert ismertségre voltam már vele, megengedtem magamnak azt a hangomát, és ő meg nézett, hogy mondom, kurva szarul nézel ki, mert csak 5 hét van vissza, és ez nem fog. És én megtanítalak a legszebb páros bicepsekre, ez egy fos. És még pedig azért mondom, hogy fos, mert kurva jó genetikád van, és ennél sokkal-sokkal jobb tudnál lenni, de így nem leszel. Na, hozzanunk még? Ő meg így... jött a stressz, és dobta azt az edzőjét, hát bocs, ezt így elhapoltam, dobta azt az edzőjét, teljesen megváltoztattam a diétáját, teljesen megváltoztattam a különböző turmixokat, nem, a különböző táplálékkiegészítőket, amiket használ, és kurva jó formát ért el, most ez szerencsés kellett, mert az 5 hét alatt összecsap diét, az nem egyszerű, de jó volt a genetikája. És Florida State, Florida állami bajnok lett Openben, tehát ilyen kategóriában, és abszolútan is úgy, hogy Masters 40 év felett. Szóval ilyenek vannak, és ez a híre terjedt, hogy ez a csávó megmondja a frankót, és ezt szeretik az amerikaiak, mert sajnos az Amerikában nagyon jó. Tehát Amerikában az van, hogy felfogadsz egy ilyen pózolás oktató testépítőt, és lepózolsz neki, és ha megkérdezik, hogy mit gondolsz, akkor azt mondja, hogy nagyon jó, így tovább. És akkor azt mondom, hogy ez az amerikai stílus. Hát az amerikai. Na és akkor a záró kérdésem, egy számomra nagyon érdekes kérdés, legalábbis a válaszod az számomra nagyon érdekes. Uha, mi lesz? Hogy én emlékszem már rá, itt az 2000-ből, még abból az időszakból. De milyen évet írtunk, azt mondom. Te már meg nem mondom. Azt tudom, hogy akkoriban kezdtem tényleg edzeni, és sose fogom elfelejteni. Valami felnőpados nyomást csináltál talán, vagy fekve nyomtál, nem tudom, baszott, vagy súlyjal. És akármikor láttalak a terembe, akkor szigorú fejjel, mentél, fel, alá, mindent kikapcsolva tőle. Várj, én ilyen 2005-ig csak a súly, és akkor pumpa, kész. És akkor most meg vagy ilyen. Mert úgymond segítesz az embereken, ja. Tanácsot ad, te vagy itt a online keresztapja mindenkinek, hogy ez hogy lehetséges? Mi változott? Vagy akkor mi nem volt benned, most mi van benned? Mi? Hogy alakult ez így? Hát mi volt bennem? Hát most ezt sorolhatnánk, hogy mi volt bennem, de szerintem az, alapvetően, ami minden testépítőben, főleg a jobbakban, egoizmus. Hát de nem. Hát mi egész nap bámulunk magad a tükörbe. De valójában ez a munkád. Tehát évek alatt te beszélek magadnak, hogy ez a munkád, de valójában már elkezdett élvezni, hogy csak magaddal vagy elfoglalva. Mert valójában muszáj. Mert ha nem magaddal vagy elfoglalva, nem nézegeted magad a tükörben, akkor nem leszel jó testépítő. Tehát ezzel elmondták már, hogyha a sprinter állandóan a stoppert nézi. Hát mi meg magunkat. De az a baj, hogyha évekig csak magad a stílmed a tükörbe kisgatjába vagy mesztelen, akkor az lesz majd te vagy a legjobb, meg mindenki megy a picsába, én most edzek, most nekem van egy órám edzeni, előtte ettem, utána ennem kell, adjál már! Egyébként bunkó voltam 2005-ben, arra is emlékszem. Nem biztos bunkóltunk most, de viszont ma volt egy kliensem, itt a Cutler Goldban, jött konzultációra, és a végén Frankon ugyanezt elsütöttek, sose láttam. És eszkről van, persze ő is, azt hiszem, szinte mindenki eszkről volt, kliensek. Ami érdekes úgy szintén, és a konzultáció végén így mondta nekem, hogy ugyanígy valamikor a Fitness 2000-ben, amit tudja biztos, hogy 10 év kapásból, hogy valakivel találkoztam, akivel ő volt, és hogy én odaléptem hozzá, és hogy így külön kezet fogtam vele, bemutatkoztam, és hogy valami rendes voltam vele, és hogy benne ez maradt meg 10 évből, jön évet Pistőn, ilyen rendes, most
10 évvel később itt ülünk, ilyen haj, meg szakár, meg minden más, az egész körülmények mások, és hogy most itt konzultáció itt vagyunk, és hogy és még rendesebb vagyok, mint tudjuk. Szóval furcsa, hogy hány ember emlékszik rám, hogy teljesen itt lesz 2000-ben. Hát valóban nagy változáson mentem keresztül, és akkor ugye ez volt a kérdés, hogy miért vagy hogyan. Miért vagy hogyan, mert lehetett 10 év, és pont most valamelyik nap beraktam a Facebookra, mert én ilyen nagyon nagy bölcs vagyok a Facebookon. Mindenkinek így elmondom, hogy a bölcseletek, aztán valaki érdekel valaki. Hogy azt írtam be, hogy ha az 5 évvel ezelőtt magaddal teljes egyetértésben önfelten el tudnál beszélgetni, sok fejlődés, ez pedig már 10 éve volt, tehát én frankon mondom neked meg nektek, hogy ha 10 évvel ezelőtt a német Pistivel el kell most beszélgetnem, akkor én nem bírnám el sem. Nem bírnám el sem. Abszolút. Abszolút nem bírnám el sem. Tehát úgy mondanám, hogy nagyon én megyek, mert viszont nehéz, mert az a német Pisti az olyan dolgokat csinált meg, olyan észjárással, ami kellett ahhoz, hogy eljussak a Mr. Olympiára, ha még nem jutottam volna a Mr. Olympiára, vagy egyáltalán csak ha nem lettem volna a profi, hanem így a szuperben lászottam volna, hogy de jó, van elég dolgok. Akkor most nem tudnék. Lehet, hogy valahol máshol ülnék, és szintén sikeres lennék, vagy szintén szép élmények lennének, illetve emlékeim. De teljesen máshogy alakult volna, tehát az, aki most vagyok, itt veletek, illetve a deszketemen, stb. Ahhoz az kellett, hogy keresztül menjek azon a 10 éven, ami eltelt azóta, hogy mi látjuk, vagyis már amíg én nem emlékszem rá, de te láttál engem, kellett ez a 10 év, hogy most itt leülünk, és más szinten. Can't touch this.